sziget nagyon durva lesz. Hello. MacBook. Monitor. MacBook. Monitor. Kérdés. Miért van az, hogy a MacBook egyből felébred, a monitornak pedig 1000 évbe kerül? Vagy van olyan monitor, ami mégis egyből felébred? Van! Ezt figyeljétek! Mennyire király? Egyből bekapcsol minden. Ugyanolyan feeling. Az ideális monitor megtalálása, ami minden elvárásunknak megfelel, szerintem sokkal nehezebb, mint mondjuk egy laptopot, kamerát vagy fényeket kiválasztani, de lehet, hogy mégis megtaláltam. Mielőtt elmondom, hogy mi a mostani kedvenc monitorom a kreatív használatra, hadd mondjam el neked, hogy mik azok a fő érvek, ami mellett én választani szeretnék, mert nem annyira egyértelmű, tudod, valaki mondjuk kamerából a Sony színeket, vagy Canon színeket szereti. Valaki Apple user, valaki egyedi PC-ket épít. Amúgy te melyikbe tartozol? Kérlek, írd meg kommentbe, és beszélgessünk. Na de amikor monitorokra kerül a sor, úgy gondolom, hogy nincs ennyire egyértelmű választás, mert rengeteg opciónk van, és nagyon sok mindent számításba kell vennünk, és nem is beszélve az óriási árdifferenciáról, ami tényleg néhány tízezer forinttól megy egészen, az is lehet, hogy meg csak egy notebookot választunk, aminek gyönyörű színe van, de az ugye kisebb, vagy vehetjük az Apple Pro Display XDR-t, ami 5000 euró, 2 millió forint. Ugyanakkor elmondom azt is, hogy nekem mik a preferenciáim. Legyen nyilván nagyon éles, színhelyes, nagy legyen a Mac-emmel, Thunderbolt 3-mal legyen a legkompatibilisebb, amennyire lehet, és egy kedvező áron. Oké, szóval konkrétan ez azt jelenti, hogy nekem minimum 32 incses kell, hogy legyen, minimum 4K-s felbontás. Tudom, hogy ott van az 5K meg a 6K felbontás is már, de amennyivel többre kerül, nekem nem éri meg az a különbség. És így az Apple-nek a két monitora, a Studio Display, ami 27 colos, az ugye túl kicsi nekem, az 5K-t tudna, és nyilván sokkal élesebb és szebb, de kicsi. És ott van a Pro Display XDR, ami meg egyszerűen csak túl drága. Persze ők lesznek a legkompatibilisebbek nyilván az Apple-lel, de kíváncsi voltam, hogy van-e más opcióm is erre. És lehet, hogy az LG tűnik egy egyértelmű megoldásnak, hiszen dolgoztak az Apple-lel, de nagyon sok éve használtam LG monitorokat, és egyszerűen nem működtek jól. Nem reagálnak gyorsan, sokszor akár egy percig tartott, hogy felébredjen a MacBookom, hogyha össze volt zárva, és maga a felbontásuk, a színek, nem jók. És itt érkeztünk meg a mostani monitoromhoz, a BenQ-nak, a PD3220U-hoz. Ez lehet, hogy a tökéletes középpontban van. Át fogjuk beszélni a specifikációt, és hogy miért ezt választottam, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg a videót, de most intro. Végre találtam egy monitort, amivel boldog vagyok, ami nem más, mint a BenQ-nak a PD3220U. 4K-s felbontás, ami 3840x2160-at jelent, 140 a PPI-ja, ha bár nem 5K, és nyilván nem Retina vagy XDR szinten van, de attól még a 10 bites IPS panelével, az 5 millisekundumos reakcióidejével és a HDR kompatibilitásával, ami akár jó, akár nem, de 300 nittel tud maxon lenni, amit támogat az 100%-os sRGB, Adobe RGB, REC 709-es színskála. És mindezt egy olyan 580 ezer forintos áron, ami inkább a drágább kategóriába tartozik, de az összes funkciójával és a Thunderbolt 3-as csatlakozásával és egyből reagálva az M1X-es MacBook Pro-mra, szerintem ez a tökéletes monitor jelenleg.
De mit gondolsz te? Mik a te preferenciáid, hogyha árérték arányt nézzük? Kérlek, írd meg a véleményed kommentbe, és kezdjünk el beszélgetni. Tudod, a komment lett van, a like gomb alatt, amit benyomhatsz, hogyha tetszik ez a videó, és maga ez a monitor is érdekel téged. Nagyon sokat segíten a csatornának is, és építhetnénk egy ilyen kis közösséget. Ez az instant kompatibilitása meg kell nekem, már megéri, hogy egy ilyen monitorom van, hogyha még annyi funkcióról fogunk beszélni, de csak ez a funkció, hogy egyből ott van a Mac-em, nem kell várnom, amit hogyha az ember mondjuk naponta 5-ször, 10-szer is akár, ugye feláll a géptől, visszamegy a géphez, és a más monitoraimmal mondjuk ez volt mondjuk 5-10 másodperc, itt pedig egy másodpercen belül. Nem csak az az idő, mert az kicsinek tűnik, amit itt spórolunk, de az, hogy nem esünk ki abból a flowból, amiben vagyunk, és egyből a munkánkra tudunk fókuszálni, már csak ezért nagyon imádom ezt a monitort. Oké. Néhány egyéb dolgot azért beszélünk át a monitorról. Az első, hogy egy nagyon jó állvánnyal érkezik. Ha állvánnyal használjuk, el tudjuk fordítani a monitort, és magába a monitorban amúgy be van építve az áramellátás, tehát egy extra ilyen kis betontéglával nem kell foglalkoznunk. Az anyagok nagyon prémiumak, van 2 USB-C Thunderbolt 3-as csatlakozó, ami 65 wattig tudja tölteni a laptopodat is, 2 HDMI 2.0-as, 1 DisplayPort 1.4-es, 3 USB-s második generációs csatlakozó, van benne egy jack output és hangszórók is, bár ezt az utolsó kettőt nem javaslom, hogy használd. Egy elég egyedi funkciója vagy kiegészítője az maga a színskáláknak és a színmódoknak a területe, amit el lehet érni az a beállítás menüből, de van egy ilyen kis dedikált kontroller is, amivel tudunk a különböző módok között választani. De nyilván, ha te sokszor csinálod, akkor megéri, de nekem már így is annyi minden van a asztalomon, úgyhogy én ezt nem használom. Vissza a színmódokra, a legfőbb standardeket ki lehet választani, de akár ilyen kékfényeset is, de amit én nagyon szeretek benne, és tök különleges, az egy dual view, tehát bontott felbontást biztosít, ami azt jelenti, hogy különböző színprofilokat tudunk összehasonlítani úgy, hogy fel van osztva a képernyő. Az ICC Syncnek köszönhetően pedig a Display P3 konkrétan egy kattintással kalibrálható a BenQ-nak a Display Pilot alkalmazásával, amit mind Windowsra és Macre is le tudunk tölteni. Itt pedig hadd mutassam meg neked az összes elérhető színmódot. Kiemelek néhányat, miközben végigmegyünk rajta. Van a Darkroom mód, amivel be tudjuk állítani mind a fényerőt, mind pedig a kontrasztot egy nagyon-nagyon éles, kontrasztos képre olyan helyeken, ahol mondjuk nincsen elég fényünk. Az Animation mód pedig annyira felemeli a fényerőt és azokat a sötét részeket, ami amúgy lehet, hogy túl lenne ugye az expozíció túl magas lenne, de itt ez nem történik meg, és pontosan jól tudják az animátorok használni ezt a módot. Aki pedig 3D-be van, a CAD és a CAM mód pedig nagyon durván, még jobban kontrasztosabbá teszi a vonalakat és a különböző formákat, hogyha valamilyen technikai illusztrációt szeretnénk csinálni. Egy dolog, amit meg nagyon-nagyon imádok, hogy a Daisy Chain-nek köszönhetően akár 3-4K-s monitort is tudunk csatlakoztatni 4K felbontásban, ahogy mondtam, Thunderbolt 3 technológiával. Úgy elképzelném, ahogy itt amúgy 3 ilyen monitor is lehet, amik az egyik állítva, brutálisan jó. Amit még nagyon imádok, hogy vannak esetek, amikor hihetetlenül jól jön, hogy állíthatom vertikális módba a monitort. Ilyen például, amikor videóvágásnál a hangeffekteken dolgozom, és rengeteg sáv keletkezik. Ilyenkor csak elforgatom a monitort, és már is egyben látom az összes sávomat, és egyből átlátok mindent. Rengeteget ad hozzá a munkámhoz, nem csak azért, mert így hatékonyabb vagyok, hanem azért is, mert szinte zéró reakció idővel tudom átállítani a monitort. Egy másik eset, amikor egy szövegen dolgozom, például scripteken vagy cikken, a totális fókusz eléréséhez és csak a szövegre való fókuszáláshoz megint sokkal hatékonyabb számomra a vertikális mód. Ilyenkor csupán csak átállítom a monitort, és lehet, hogy csak bebeszélem magamnak, de már magától, ettől a ténytől is produktívabbnak érzem magamat. Amúgy az is vagyok.
És így jut eszembe egy másik funkció, amit bár én nem használok ki, de a KVM switch, az ugye a keyboard, video, mouse, az az, hogyha mondjuk valaki Mac-et is használ, meg mondjuk PC-t is, vagy több gépet használ, meg van egy asztali Mac mini-je, és van ugyanúgy, ahogy nekem ugye egy MacBook Pro, akkor konkrétan a KVM switch-el egyből tudunk váltani mind a monitorral, mind pedig az egérrel, billentyűzettel, és nem kell külön Bluetooth-szal vagy bármi mással foglalkoznunk, egyből tudjuk használni a másik rendszert is. A BenQ azt mondja, hogy már alapból kalibrálva van, ahogy kiveszed a dobozból, de ha már egy ilyen professzionális szintű monitort veszel, mint például ez, akkor érdemes azt az extra lépést megtenni és kalibrálni, például a Datacolornak a SpiderX eszközével. Tök egyszerű használni, felszetepolod, pár perc alatt meg is vagy vele, és amúgy nem csak ilyen profi monitorokra is, de ha van egy mondjuk alacsonyabb kategóriás monitorod, arra is érdemes ilyet használni, mert lehet, hogy csak ezáltal már jobb színeket fogsz kapni. Amúgy van erről egy dedikált bemutatóm, hogyha érdekel részletesen, hogy hogy működik, akkor nézd meg, ide raktam. Ez a videó amúgy ennyi, ez a mostani jelenlegi kedvenc monitorom. De ha érdekelnek még más király kis fotós, videós eszközök, vagy hogy hogy teremtettem meg ezt a home office stúdiómat, akkor nézd meg ezt a videót. Ha tetszett, kérlek lájkolj és iratkozz fel a kis csengővel együtt, mert rengeteg más tartalmam is jön még. Remélem, hogy találkozunk egy következő videóba, például ezekbe. Klikk, köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!